Tiéd a kocsi, hogy gyere közelebb egy kicsit hozzám, olyan liba színe van, ezt hogy választottad amúgy? Postás. Postás színű, nagyon jó. Arra vagyok kíváncsi igazából, hogy hogy is hívnak téged? Gyakori. Mi az autó neve? Krokodil. Krokodil az autó neve, jó, mit lehet róla tudni? Semmi extra itt. A zenét vegyük már le egy kicsit, tényleg, hogy lehessen is hallani a dolgot. Mostanában semmi extraink van, egy kívülről van, csak kitopulsz. Mennyibe került az, hogy te itt ezt egy kívülről kis optikát rá patintottad? 100-200 körül. Hát 200 forintot megért, az jó. Na, az teljesen jó ez a dolog. Jó, egyébként milyen hangja van neki? Tehát, hogy legalább halljuk már a hangjáról, hogy néz ki, be lehet indítani? Jó, meg a botolháztetőjét is. A kerefelé is hallanánk egy kicsit, mint a gólyát. Lehet nyugodtan közelebb jönni egyébként hozzá, nem bán annyira. Már mi nem tudom, gazdája, bátája egy kicsit ilyen méregzősebb fajta. Jó? Na jó, azért hadd nézzük végig rendesen, hadd indítsuk be az autót, egy gázfröccsöt hadd kérünk hozzá. Jó? Na teljesen jó kis aranyos kis dorombolós lehet simogatni. A motorteret fel kéne nyitni majd a motorháztetőt. Micsoda, meg a csomagtartót is fel kell nyitni, úgyhogy kiderül, hogy hány hullát hordoztál magad. Dolog jut eszem, hogy elég fura alakban van kirosdásodva. Hol a sofőr? Merre felé van a Volkswagen Jettának a sofőre? Itt vagy? Figyelj már, nem kéne ez valahogy lefesteni ezt a rosdát? Hát itt gyerek. Ja, a hobbiból rosdásodik. Jó, tehát akkor hobbiból rosdásodik a dolog. Milyen arcatot ölt ez a rosdafolt? Ezt ki lehet mondani? Igen, hát ezt látjuk, rosdás vas keresztül belül. Nagyon jó, milyen autó ez pontosan, milyen évjáratú? 89-es Volkswagen Jetta. Igazából egy nap dízel. Azért figyelj, tehát ezzel annyira nem szaggatsz azért az utakon. Hát ne, nem sarra, csak íznek. Jó, és ez íznek van, jó, jó. Jó, meg tedd meg nekem, mielőtt én mutogatnál bármit is egyébként így nyilvánosan, hogy megteszed, hogy beülsz és azt neked gázról, csak először indítsd be. Tehát, hogy nagyon fontos amúgy először beindítod és utána nézzük meg, hogy mi van vele. Figyelj, hogy fog szólni, azért nem lesz semmi. De le fogja lőni onnan nézéket a gyermeket. Hoppá! Nézni, illetve a termokátyús egyéb dolgokat néha-néha. Mert úgy látom, hogy itt azért annyira nem a magyar utakra van tervezve. Levegés futóműrendszer van benne. Ilyen. Hassza! De figyelj, ebben nekem olyan Jézus Isten! Az igazság, hogy ilyen zacskó van előre tényleg. Konkrétan olyan vízit, hogy amúlna benne ilyen hihetetlen, nem hány számít? Nem, nem. Jó, mit tud? Hát, mint egy ilyen. Még répán szeletelni tud. Meg kávét főzni. Jó, hát akkor meg lehet ráküldeni. Jó, akkor légy szíves, ülj be, nézzük meg, hogy mit tud körülbelül, hogyha be van indítva. Adjál itt egy gázpröcsöt, által ezt haladnak róla a rendszer. Yeah.
fordulnál át. Nem azért van az út, hogy aki akarod, nyugodtan bejöhet ide a Tűzsőtérre. Akár, hogyha még valaki nem kizes szeretne lenni, nyugodtan beállt a lányokhoz is. Azok a trükkök azért nem semmi. Na? Na? Nem mondod, hogy még elmegy alatta? Hihetetlen. Na nézzük meg akkor a dolgot, hogy sikerült a lángostól egy kicsit többet nyomni a kocsiba. Ó, hát várjál már. A kamion alatt átfér. Hát milyen autó ez, Jézusom. Megáll az eszem. Már akadt egy kis... Úgy látom, hogy kis hőrőt verdőtt a közlekedésbe. Várjál, ne siessél, mi van? Édesanyja nem várnék haza, várjunk egy picit. Jó? Jeltek ki, és akkor jött a következő kocsi. Ezek a korvettesek, ezek nagyon-nagyon laposak. Szörnyű. Na, majd át fog emelni a következő. Tapsot lehetnek igazi nyugodtan azért. Azért gyürkőznek itt elég erős az emberek. Mondom, hogy tapsot kérek mindenkitől. Nagyon le vagyunk fagyva. Átmen? Gabi, ha legközelebb jön az autó, és rögvállalasztam létet, légy szíves. Jó, kiengedjük az autót is. Aztán jön az Opel, de egyre többen vannak az autóba. Tényleg egy konzert májkrém effektus van. A vaddart hús. Azt mondja, most nem járhatok az autóban sehol, hogy nincs ez a papír, úgyhogy most mindenkit hazaviszek így. Na, húzzátok le a fejeteket. Jó, ez is átmen. Nem jó helyen van az Ali Bólé. Azt szóljon. Jó, következő kör jön majd. Addig álljunk meg egy picit, mert állítani kell a limbo lépten. Ó, hát ez, azt hiszem, hogy a Corvette-re is rá fog verni. Na gyertek ki. Ma még egyetlen nem ér. Valaki üljön be hozzájuk. Nagyon jó. Gabi, te állítsatok lentebb egy kicsit. Ugyanis az van, hogy most már jó lenne valaki kipergetni. Van itt egy Volkswagen, és azt már jól lenne oda gyűrni. Jó? Hát akkor meg vagyunk? Lejjebb egy, még lehet lejjebb egy kicsit. Nézd meg, Gabikám, ne a nyakadat akart, hanem egy kicsit még lehet lejjebb. Na? Hogy állunk? Mehet? 130? 130, tegyük le 100-ra. Vagy csak 30-ra. Na? Azon megy gyerek át. Mehet? Húzz a nyakadat, vagy a fejedet, mert nyakon fog vágni ez a valami óvatosan, jó? Na hát akkor hadd szóljon. Nagyon jó. De erre kíváncsi, hogy mire fogja ütni, vagy nem fogja. Ha megint a korvet. Hát még laposak vagytok, mint eddig. Na, na, na. Átmegy. Nagy gázzal szerintem úgy jó. Tudira, a betonfalat is így szoktuk mondani nagy gázzal. Na, vajon mi lesz? Végcsikarja a tetejét, amúgy semmi más. Ugye? Nem baj, nem drága a festés, menjen nyugodtan. Hát nem fogja szedni, úgy látom az az antenna rész, hogy leszedi. Mindig ez a köcsök, ami kiáll, az mindig olyan vészes. A kiálló dolgokkal mindig csak a baj van. Ajjaj, kíváncsi leszem, mi lesz belőle. Levered az antennát. Na, vajon mi lesz? Ilyen ez az antenna dolog.
De rajgázzal neki kellett volna menni, sokkal egyszerűbb lett volna. Hopp, leesett bizony az a limbó lét. Gyert, ha el kell, hogy búcsúzzunk a Volkswagenünktől. Láttátok, mi történt? Ajaj, egy ember kiesett, kíváncsi vagyok a korvettesek. A korvettesek azt választották, hogy benyomnak egy adag kaját, úgy jobban leül az autó, és akkor így könnyebben fognak átmenni alatt. Na, lássuk a dolgot. Van még lángos a büfében. Jaj, hát többétek ó, tettük, nem raktak fel, azt tennád. Na gyere. Gyere, jó? Várjál, mert a korvettek itt átment. Igen, már most lassan akciós. Azt mondják, hogy sávol már csak ekkora hal nekik, vagy mi? Nem mondod? Hányan vagytok a bortocsiba? Hát megállod ezt, hogy tapsosat kérjek már nekik. Hát heten vannak az autóba. Hát mentek még egy valakinek be kell ülni. Jó? Na figyelj! Befélek! Király, halad, felfeszülök a csomagtartóra, vagy egy a motorháztetőre, jó? Vagy a zsíros kapja a piros börtönkájába, felfekszik ide a motorháztetőre nektek. Jó? Ott lesz a pedig lenyomata rajta. Na? Átmegy? Átmegy. Azt a tapsod azért megér, hiszen még ezt tudta vállalni. Na jó van, jön a konzerv bike rész. Jó? Nézzük meg, hogy sikerül a dolog. Oda mert egy kutira egymás fontosság, ez a motoszka kocsi. A nyugodt kiszállni, csak annyit lehet, hogy... Nem, körülbelül ezt a hangot lehet majd hallani. Na ebből mi? Húzzátok be a fejeteket! Ebből mi lesz? Az Audi kéri, jöjjön ki, ne bambuljon bent a tűzőtéren, hogy jöjjön ki. Na, átmegy! Átmegy, átmegy! Versenyben marad? Versenyben marad az Opel? De döntsetek, nem? Versenyben marad, vagy nem marad versenyben? Azért kérdem, mert akkor be kell ülni még valakinek. Nem? Na, de jó, most már állj ide oldalra. Jó, gyertek ide, és szálljatok ki a kocsiból egyszerre. Egy tapsot szeretnék megint kérni. Jó? Hát azért nem semmi, hetembe fértek. Kész vagy? Mehetünk? Na, akkor hadd szóljon. Beked fog kedve a kocsik vazelinnel. Azaz, nézzek hányan jönnek ki belőle. Hát azért ott nem semmi. Öcsém, hihetetlen. Ha megint a korvettesek. Hát, na jó, lássuk akkor mi megy. Várjál, új.